25. december, itt sütötte meg a fék a legelső kenyerét. Itt tanulta meg a csősz, mikor sárgott meg az ősz. Minden ember itt tanulta meg, hogy mennyit ér a munka. Itt is, bét is, fék is, itt tanulok én is. Minden évben eljön a szeptember, vége a nyárnak, kezdődik az iskola. Akár kisdiák, akár nagyobbacska, van, aki örömmel jön, van, aki szomorkodik. Nagy izgalommal vártuk már az idei tanévnyitót, egész nyáron arra készültünk, hogy új iskolába költözhetünk. Sajnáltuk a régi, megszokott épületet, de még jobban örültünk egy újnak, szépnek. Kicsit csalódottak voltunk, hogy szeptember 1-én még nem vettük birtokba az új iskolát, de most végre elérkezett a nagy nap. Az elmúlt hetekben pedig elbúcsúzhattunk az öreg épületektől, ahová még a szüleink, nagyszüleink, sőt van, akinek a dédszülei is itt jártak iskolásként. Nyáron a nagyapám sokszor mesélt nekem, milyen volt az élet, amikor ő volt gyerek. Szerettem ezeket a történeteket hallgatni. Apám szeptemberben iskolába adott. Mi a falu végén laktunk, az iskola meg a falu közepén volt, körülbelül 1 kilométerű távolságra. Te is busszal jártál, nagyapa? De ott is, fiam. Akkor még nem volt ennyi autó, mint valaki. De volt két jó lábunk, ami messzire elvitt bennünket. Sokat csatangoltunk mi a falu környékén, bejártuk erdőt, fedőt, amikor játszottunk. Nem volt az iskoláig nagy fáradtság egyre megoldó. Mesélj még róla, nagyapa. Félig földösüket házolt, földes szoba, ablakai kicsinek, kalalakon. Mindössze 3-3 hosszú pad volt benne, az északi oldalon leányok ültek, a déli, meg a fiúk. Az ajtótól az ablakig jó nagy tér, melyen a tanító sétálhatott. Nézzétek csak, gyerekek, építjön a tanító, hangosan beszélnek. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Szerintem. Tanító bácsi, mesélj nekünk, milyen volt régen. Hát itt a hideg, gyerekek. Épp aminak jutott eszembe, hogy régen az iskolának nem volt fája, hanem a diákok ütöttek. Minden gyermek hozott magával egy darab fát, azt átadta a vigyázónak, az meg ledobta a kártya mellé. Ilyen módon annyi fa gyűlt össze, hogy még a tanítónéni konyhájára is elég volt. Nagyapa, neked is volt gondol a szép írással? Nekem nem igen meg, valahol mindig magam tesz a videben. Pedig anyu már a legdrágább tollat is megvette, hát ha azzal szebben írok. Jaj, kisfiam, még valamesszőben írtunk a palatáblára, csak a nagyobbak írhattak tolla a papírra, az a toll is tudtok. Én is tudtok tolla írtam, a gyermekek nagy része is. Tavaszonként szedték és hordták össze a lukkola. Szépen megmentettem nekik, volt is írásom alatt olyan sercegés, mintha pecsenyét sütöttek volna. Tintát sövettük a boltba. Megtanítottak nekünk, hogy lehet bolzá volt tintát főzni. A pistol kiska, tintás volt fűtől könyékig, biztos rossz. Ha visszagondolok erre az iskolára, a falu szegénységének képét látom benne. Voltak olyan gyermekek, akik télen is már jártak. A lábuk vörös volt. Futva jöttek havas időben. De azért, ami jég volt útközben, végig csúsztak rajta. Könyves, hogy tudod minden gyerek szeretni. Ez a bőzik a tantermekben, sok csoda vár. Új iskola, újul az élet, ne tétobálsz, hát igyekezz már. Oly nehéz most jónak lenni, el se tudnád képzelni. Annyi mindent meg kell tenni, de nem ígérem, hogy jó leszek. Erről a jóról le ne maradjál, nem tart soká, és el.
Iskolában,